A beruházás 6 évvel ezelőtti átadásakor büszkeséggel töltötte el a helyiek többségét, hogy Zemplénben elsőként szerencsén épült hulladékudvar. A létesítménybe olyan, a háztartásokban keletkező, feleslegessé váló anyagokat lehet leadni, amelyek alkalmanként keletkeznek, illetve azokat a rendszeres gyűjtőjáratok nem szállítják el. A helyi önkormányzat által hozott rendelet alapján a hulladékudvarban elhelyezhetők többek között zöld hulladékok, gumiabroncsok, valamint száraz elemek és akkumulátorok, fáradt olaj, egyes háztartási veszélyes hulladékok és csomagolóanyagok. Bizonyos hulladékfajtákat, például papírt, műanyagokat, textíliákat, étolajat és zsírt a helyi lakosság korlátlan mennyiségben szállíthat a hulladékudvarba, másoknál, mint például a kertekből származó zöld hulladékoknál éves maximális mennyiséget állapítottak meg. A szolgáltatást térítési díj ellenében vállalkozások is igénybe vehetik. A beszállított anyagok átvételét szakképzett kezelőszemélyzet végzi. A képviselőtestület elmúlt évi decemberi ülésén elhangzott, hogy ezért a szolgáltatásért havonta közel 600 ezer forintot fizet az önkormányzat a cégnek. A városban talán többen vannak azok, akik úgy vélik, nem lenne szerencsés a hulladékudvart feláldozni a takarékosság oltárán. Előnye a hulladékudvar működésének mindenféleképpen, hogy a lakosság számára egy lehetőséget biztosít a hulladékok, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elhelyezésére. A hulladékudvarban tulajdonképpen a kevert kommunális hulladékon kívül ugye szinte bármilyen hulladékot el lehet helyezni. Itt a veszélyes hulladékokat ideértve, ilyen fáradt olaj, festék, akkumulátor elemek és a többi, valamint a szelektíven nyitott csomagolási hulladékokat, lomhulladékot, zöld hulladékot, lomhulladékot is be lehet hozni a szerencsi lakosság számára ingyenesen. Azt gondolom, ez mindenképpen egy előnyt jelent. Hát hátránya a jelenlegi helyzetben az, hogy ezt a hulladékudvar működtetési költségét, valamint a ide behozott, a szerencsi lakosság által ide behozott hulladékot, azoknak az ártalmatlanítási kezelési költségét jelenleg egy az egyben Szerencsváros fedezi, Szerencsváros állja, ami egy hát körülbelül havi szinten egy ilyen 5-600 ezer forint költséget jelent Szerencsvárosának. A Zempléni Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft.-nek a területén hány ilyen hulladékudvar működik, illetve melyek azok a tapasztalatok országos szinten, amelyek ezeknek a hulladékudvaroknak a jövőjét jelenthetik esetleg? Jelenleg a mi szolgáltatási területünkön ez az egy hulladékudvar működik, itt szerencsén. A társulás, a térségi hulladékgazdálkodási társulásnak a futóprojektjeiben ugye tervezünk, illetve a társulás tervez több hulladékudvar megépítését, jelenleg ugye 10 hulladékudvar megépítését a térségben, ez azonban még a jövő zenéje. Hát ugye országos szinten a hulladékudvarok tulajdonképpen elterjedtnek mondhatóak, azonban a bevett szokás az inkább az, hogy a hulladékudvar költségét azt a hulladékkezelési díjba beépítik, és azt a lakosság ilyen módon, ha közvetve is, de megfizeti, nem pedig az önkormányzat állja ezt a cehket. Melyek az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire kedvelt ez a szolgáltatás a helyi lakosság körében? Tulajdonképpen elmondható, hogy a hulladékudvar szinte csak a szerencsi lakosság használja. Ez ugye azért van, mert ők helyezhetnek el tulajdonképpen ingyen itt hulladékot. Ugye egyébként más is behozhat ide hulladékot, más lakos is, viszont ugye ki kell fizetnie az ártalmatlanítás költségét. Ez ugye visszatartó erő a lakosság számára, tehát alapvetően szinte csak a szerencsi lakosok használják. Az idei év augusztusában lejár a céggel kötött közszolgáltatási szerződés, így döntés előtt áll majd az önkormányzat. Az is fontos információ, hogy Szerencs 11 millió forinttal tartozik a cégnek, amely összegnek a beszedése érdekében adósságrendezési eljárást indított a társaság. Az önkormányzat az elmúlt év decemberében úgy döntött, hogy a szemétszállítás emelkedő díját nem hárítja át a lakosságra, hanem a 2012. évre szóló 2,5 millió forintos számlát magára vállalja. Persze a határozat csak akkor ér valamit, ha ez az összeg megfizetésre kerül. Az pedig valóban nem lenne szerencsés, hogy amikor a térségben 10 hulladékudvar megnyitását tervezik, a szerencsét éppen akkor zárnák be.